Madár Füttyös, szép jó reggelt kívánok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, ahol nem másra fogunk játszani, mint visszatérünk egy kicsit a Cyberpunk elképesztő világába. Megmondom őszintén, szevasz, Gózdedi, Madár Füttyös, szép jó reggelt neked, szia! Tegnap streamelgettem, és hát ez ilyen, valószínűleg ilyen családi a stream lesz, Gózdedi, ne haragudj, nem lesznek túl sokan. Az igazság, hogy mostanában kezdek rászokni arra, hogy mindig, amikor van egy kis időm, akkor streamelek egyet, gyorsan. És most van egy kis időm, délután elmegyünk a feleségemmel és a családdal hát így kirándulni, egy van lesz ilyen fesztivál érden, úgyhogy úgy gondoltam, hogy délelőtt így gyorsan belecsapunk egy kicsit a lecsóba. Olyan régen játszottam már ezzel a játék, hogy igazából azt sem nagyon tudom, hogy mi a bánat van. Tehát, hogy hogyan kell kezelni. Én még azt is elfelejtettem, hogyan kell kezelni. De vannak ilyen mellékfeladataim, és most a mellékfeladatok, azokat fogjuk csinálni a karakteremmel. Mellékfeladatok például ez, hogy el kell hívni Rust Randira, úgyhogy ez lesz. Most elmegyünk randizni, drága barátaim. Köszönöm a 39 napot, Ghost Daddy. Köszönöm szépen. 39 napot. Na nézzük itt a térképet, itt csomó minden van, és rengeteg minden megváltozott a játékban. Várjál csak. Ezzel mi volt? Ezzel vizsgálni lehetett a dolgokat. Igen, a tabbal. És lehet itt tárgyat készíteni, itt van a tárgykészítés. Karakter, reflexek 10, higgadság 13, azt a betyár minden itt. Szevasz, Trojan! Madárfüttyös, szép jó reggelt kívánok! Mi a helyzet az Arma 3-mal? Toljuk, lesz Arma 3 mindenféleképpen, képzeld el, csak, nem kifogásokat keresek. Reaper heggeszti folyamatosan a szervert, és egy elég érdekes kis szervert sikerült összehoznia. Csomó ilyen mindenféle eventel rajta, meg feladatokkal, meg mit tudom én. De ahogy a 3070-en, 1080-en, ugyanaz. Nézd ide, milyen faszán fut, mi? Látod? Semmi akadás. Ezt nevezem. Nagyon durva a helyzet. Na várjál csak, várjál. Rendőrségi bűncselekményt csináltam. Fejbe lőttem és elszaladt. Azt is fejbe lőttem és elszaladt. Na, beszállunk ide. Hogy beleállt az autóba, hát azért még vannak bugok. Nem lősz le! Ez, eltakarodunk innen anyánkba. De nehéz irányítani. Ez csúszkál az autó, mint az állat. Au! Legyen csak 10 dollár Xbox, aztán végignyomom. Nagyon, egyébként tudom, hogy rossz híre van magának a játéknak, de attól függetlenül szerintem borzasztóan megéri egyébként. Csak itt közben állítottam a hangot, meg ilyesmit. Mi az anyával? Ki lő rám? Ki az? Ki az, aki lő rám? Hol van? Ja, ott vannak a zsaruk, mi? Először is keresztbe állunk. Kiszállunk. Mondom, kiszállunk, hogy? Aja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 j
Szevasz. Szevasz. Valaki még akar valamit beszélgetni velem? Hogy kell hackkelni? Azt elfelejtettem, hogy kell hackkelni. Jó, ez gránát, ez nem hackkelés. Jó. Elfelejtettem, hogy kell hackkelni. Ez a puska. Mi van? Ez egy csodálatosan szép puska.
Ez Emily. A puskám. Mi történt? Na jó, meghaltam. Utolsó ellenőrző pont betöltése. Azt hittem, szuper szuka van a kezedben. Miért? Ez tök jó ez a puska. Igaz, igaz, kicsit ilyen lányos, de hát a karakterem is az. Igazából. Karakterem is az. Na, de hogy kell hackkelni? Hogy is kellett? Aha, itt vannak a járművek, hogy miket lehet hívni. Hívom ezt. Ott van, ott jön. Ú, de csodaszép. Ezt nézzétek meg, ezt az autót nézzétek meg. Meg valahogy, ugye X-en lehetett gyógyulni, középső gombbal dobok gránátot, V-vel hívom az autót, van ez a tabbal ez a szkennelésem, ahol különböző dolgokat lehet... Aha, így lehet ezt szkennelni. Vagy így lehetett dolgokat csinálni. Drága leszel, kaszkó. Mi? Na! Azt csináljuk először. Először bevezetésképpen nem feltétlenül egy nagy izébe fogunk belefogni. Hanem elmegyünk randizni. Elmegyünk randizni, hát ha látunk egy kis nunit, meg cicit, az lenne az igazán király. Na várjál, megnyomom, úgy indulunk el. Nem, rosszul indultam el. Aja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 j
Hív! Ja, föl kell hívni! Ez miért akarsz bántani engem? Ez egy drón. Miért akarsz bántani engem? Szállj már ki az anyád úristen itt! Szállj ki ebből a rohadt autóból! Huha! Kettes rendőrségi körözésem van. Nem tudunk egyszerűen átmenni. Jó, eltakarodunk innen. Tényleg. Aztán fölhívjuk a izét, fölhívjuk romantikázni ezt a rúst. Azért az autók hangja azért odabassz egyébként, csak mondom. Úgy, megállunk itt. Nagyon jó. Na hol van? Hol van rúzs, akit föl kell hívni? Ja, itt van, pont az első. A perzselő szerelem a küldetés neve. Johnny szeretne elhívni egy randira, mit gondolsz? Johnny hív, vagy te? Nem is Johnny hívja, ugye nem tudom mennyire emlékeztek rá, hogy benne van tehát benne van Johnny a mi testünkbe, Isten igazából, és ez a csaj, akit most fölhívtunk, ez Johnny régi barátnője. Tehát most nyilván nem Johnny hívja Isten igazából, hanem mi. Mi üzenet elolvasása? Elfelejtettem mondani, ugorj be ma este, most más dolgom van. Itt SMS-ezgetünk, köcsém. Tehát megbeszélünk egy randit. Tehát rögtön kapok egy SMS-t, hogy más dolga van. Addig is. Igaz, hogy van olyan küldetés, hogy a srác kedvenc testrésze felrobban? Hát igazából na, régen játszottam már végig. 85%-os egyébként a végigjátszásom, tehát úgy értem, hogy nem minden befejezést és nem minden küldetést csináltam meg, mert csomó mellékküldetést kihagytam. Megmondom őszintén, elég sokat kellett, tehát hogy azért ez nem feltétlenül rövid játék, és már nagyon kellett streamelnem, és az utolsó valamennyi időt azt ilyen sietve csináltam meg, úgyhogy mellékküldetésekkel nem foglalkozva, én erre nem emlékszem.
Sőt, még van benne valami okos fegyver is, ami állítólag nagyon király, de én nem találtam meg. Na, itt megállunk. Itt az Afterlife. Ide jöttünk. De a harmadszorra sikerül valamivel kedvesebben. Mit akar? Te, ki vagy te nagyfejű? Húzz innen anyádba. Kész vagy, Rugo? Indulhatunk? Hol van Johnny? Vagy végül mégsem sikerült eljönnie? Bókoljunk neki egy kicsit. Gyönyörűen nézel ki. Mondjuk... Milyen fiatal és mégis milyen bölcs. Na, ja, Johnny autója. Johnny autójával megyünk. Ez Johnny Porsche-ja egyébként. Na, elmegyünk autós moziba ezzel a csajszival. Ez az első feladat, amit megcsinálunk. Megpróbáljuk megdönteni. Egyébként nagyon jók benne szerintem az ilyen különböző interakciók, meg a karakterek, hogy föl vannak építve. Most nem fog harcolgatni. Ajajajajajajaj, túlmentünk, hoppá. Huha, nem így kell kereszteződés megfordulni, mi? Ez nem annyira jó így. Nem annyira jó így szerintem. Rendben, V, áruld el, hogy mi folyik itt. Hogy érted? Johnny semmit nem csinál hátsó szándék nélkül. Tehát most miről van szó? Johnny megváltozott. Tényleg szeretne időt tölteni veled. Nagyon fura egyébként. Most nem tudom, már nem emlékszem, de szerintem mi szeretnénk megdönteni ezt a csajt. Mert szerintem a karakterem leszbikus. Ha jól nem... Ja nem! Nem leszbikus, mert a zsarú az meghúzta, az biztos. Az önzetlen Johnny Silverhand. Miért nem senkinek a lámpája ebben a nyomorult városban, csak az enyém sem. Uha. 400 méterre van az autós mozi, kíváncsi, hogy milyen filmet nézünk meg. Itt elfordulunk jobbra. Na, egész jó kezdek vezetni autót, drága barátaim. Ez az. Így. Uha. Japán negyedbe jöttünk. Lehet, hogy inkább egy fegyveres konfliktussal kellett volna kezdeni. Most már ezt a kanyart úgy sikerült bevennem, hogy ne menjek le az útról. Ez határozottan jó. Aha, hát ezt nem. Itt a romantikus szeméttel szórt szerpentinen. Na ez már kaszkó lesz, ez a karcsa Porsche 500.000 forint. Hát szerintem az a karcsa Porsche az sokkal több mint 500.000 egyébként. Itt van a fejünkben lévő látomás, Johnny. V, try to get inside. Can't stop us, won't stop us. We asked you out on a date. All right. Do your thing. I'll watch. Na szóval ide be kell jutnunk valahogy. Kinyitjuk az ajtót. Mi van itt? A hülyeség. Van egy kis lecsó, azt fölvesszük. Euró, dollár. Van 21.000 dolcsi. Ó, még van itt egy kis lecsó is. Na nézzük, mit tudunk a számítógéppel kezdeni. Ellenségek figyelmének elterelése. Nem hackeljük most meg. De ezt megpróbáljuk meghackelni.
nem tudjuk meghekkelni, valahogy pedig be kell jutnunk, srácok. Levünk a gép elé, megpróbáljuk kinyitni azt az ajtót a gépből. Háló? Jelz az internet. Okay. Gotta be past this. Ennek kell lennie. Főbejárat kódja 0000 lett. Hát ez igazán jó. Változás a tervben, az év végén bezárjuk a Silverpixel Club Night City-t, nem lesz végkielégítés, ahogy azt a szerződésben egyértelműen leírtuk. Legújabb DirectX-et, azt mondod? Na, 0000. Well done. Try and get the projector started. I'll get us some seats. Próbáld beüzemelni a projektort. Na jó van, megnézzük, be tudjuk indítani a mozit. Ez igazi romantikus kapcsolat lesz. Remélem a végén cicit látunk, mert különben nem éri meg az egész. Okay, looks like I found the projector. You wouldn't happen to know how to get it up and make it interesting. Ja, ez. Fade to black. Bushido Fade to Black X. Csak olyan sötét van, nincs lámpánk, vagy valamink. Fájlok. Rémálom a Jigjack Street-en. Króm és jég dala. Króm és jég. Night City utcáin, Bushido X elsősötétedés, Silver Pixel. Ezek a filmek vannak. Vicc, mennyire szereti ezt a tartalmat? Hát ezt tőle kell megkérdezni. Annyira nem mozgat egyébként. Vicc nem szokott ugatni, csak a végén. Majd a YouTube fog, hogy áttöltöm. Ó, itt volt egy csomó euró-dollár. Az mi, az cickó volt, vagy fiú, vagy lány? Nem láttam pontosan. Mi egy autós mező vagyunk, a film az utolsó, ami érdekel. Akkor csak meg fogjuk kapni. Ha... Johnny barátunk a fejünkben van, ugye? És a régi barátnője ül az autónkba. Úgyhogy a mi testünket használva fogja valószínűleg elképesztő élvezetekben és gyönyörökben részesíteni a régi barátnőjét. Aha, és van egy pirulám. Amit hogyha beveszek, akkor Johnny a fejemből előjön, és én teljesen elvesztem az eszméletemet, és ő fogja uralni a testemet gyakorlatilag. Na. A Porsche-nek lehajtottuk a tetejét, úgy látom. Milyen film megy az autós mozim, mi? Egy teleimplantozott izé. Így képzelted el a ma estét? Mindig is tudtam, hogy a dolgoknak meg kell változniuk, hogy csak így eljöjjünk egy moziba, de soha nem gondoltam volna, hogy ennyire megváltoznak. Legyünk úgy, mint a 2015-öt írnánk, még csak most találkoztunk, és fogalmam is, mekkora egy szemét vagy. Ha! Kislányom, hát te azóta, 2015 óta annyi brét fogtál, mint én kilincset. Nekem jobban teszik a 2077-es rúzs. Jön fel a nap, pont most jön fel a nap. Rendben, akkor 2015-ot írunk, ha újra csinálod az egészet, mit csinál másképp, vagy bármi egyáltalán? Bármit megtennék, hogy ne veszítselek el. Szerintem ez a jó válasz. Tehát, hogyha az ember kekszelni akar, akkor ezt kell mondani. Rengeteg időm volt gondolkodni, hogy te nem voltál itt. Azt mondod, nem ártatlan a csaj, már leszették a virágát. Hát, az a virág már... Azt akartam mondani, hogy elhervadt, de nem csak elhervadt, hanem már a komposzton is túl van. Tehát azóta még egy virág fölnőtt.
Nézd rá, olyan kiélt arca van, mondjuk van egy kis beültetés itt a pofián. Egyetlen, ami számít, hogy visszajöttem hozzád. Egyetlen, ami számít, hogy visszajöttem hozzád. Én nem akarom megérteni őt. Nem akarom azt, hogy mekkora jó fej. Én kekszelni akarok. Értse meg. Értse meg, én kekszelni, én csak kekszelni akarok. Megcsókolod. Sokkal többet, mint ez az. Én lányal vagyok egyébként, és Johnny úgy van a testem, hogy én lány vagyok. Bár ebben a korban már igazán nem számít. Most nézd meg ezt az arcot, hát szerinted? Szerinted mi? Hát több körös misszió lesz. Hát egy ilyen csaj... Van bajsza? Legyen már baj... Ne legyen már bajsza, mondom. Na ez igen. Mondjuk nem egy életem nője, de hát Istenem. Gondolj bele, 2077 van, és 2015-ben találkoztak. Az hány éves lehet egyébként? Csak kérdem. Ezért lehet, hogy letírt a Twitch, mi? Nem baj, majd csináljuk akkor egy másik Twitch csatornát. Nem hiányzik valami? Hát én nem tudom. Ez így nem helyes. Nem helyes! Nem helyes! Az anyád úristenit ezért csináltam! Úgy érted, nem tisztességes vivel szemben? Veled szemben. Keményen igyekeztem úgy tenni, mintha semmi sem változott volna, úgy tenni, mintha ugyanaz a Rouge lennék, akit ismersz. És egy darabig még magamat is sikerült megvezetnem. De éppen most itt nincs Pubi. A franc essen bele! Johnny beveszi a másik tablettát és visszaadja V-nek az irányítást. A franc essen bele! Ezt nem hiszem el. Rouge elment? Gondolom nem valami jól ment. Nope. Was gonna be a nice night at the drive-in. Now she's mad and won't tell me what about. És nem mondja el mi... Ja, most pedig dühös, pedig nem mondja el miért, mi miatt. Szeretnéd megtudni? Emlékszel Graysonra, hogy miről beszéltek? Furcsa, nem megfelelő szó, azt hiszem játszott vele, lehet benne valami. Lehet, hogy faszia van. Lehet, hogy faszia van izének. Hát ki gondolnom, most vigyél el a Northba. Mert hogy jobban megérted Rouge-ot? Nem, Kerry miatt. Elmondom, ha odaértünk. Ja, ez ilyen. Ilyen. Kaptunk egy kis XP-t. Közben nézzünk itt körül. Nem fogunk oda menni, drága barátaim most, hanem most megpróbálok. El kell lopni egy felvételt a Maelstrom beavatás rítusáról. Ez egy feladat, gepárd vágtája. Gondolkodás nélkül cselekszik. Micsoda? Különleges küldemény. Itt van egy feladat. Különleges küldetemény. Találkozó Sergej Karaszinszkivel és ajándéka elszállítása megjelölt címre. Egy szóló, tehát egy ilyen fix, egy ilyen szóló az azt jelenti, hogy ilyen bérbe lehet őket venni, és ilyen feladatokat végeznek el. Egy szóló, aki hamarabb cselekszik, mint gondolkodik, ez egy olyan jellemvonás, ami előbb vagy utóbb mindenkit ugyanoda juttat bajba.
Szergej a Silk Road-on vár, ott találkozol vele, és átveszed a béka ajándékot, amit Tiger Claws-nak küldeni szeretne, ő maga nem tudja ezt megtenni. Na nézzük! Nézzük meg! Jó, oké, rendben, ez a szóló föl akar minket bérelni, hogy vigyünk el a Tiger Claws-nak valamit. Ez a Tiger Claws egyébként, ez egy ilyen banda, egy szervezet a városba. Egy ismerősöm azt mondta, hogy van egy szolgáltató hely a játékban, a fiúk, lányok tudnak segíteni rajtad. Szerintem több ilyen hely is van egyébként. De most elővesszük Mary Jane-t, a csodálatos puskámat. Mivel menjünk? Nincs túl sok kocsim. De veszünk... nem. A Scorpióval megyünk. Ideív a mocimat. Hol vagy? Ja, ott van. Jó kis motor egyébként. Ezt a... ez mondjuk durva ez a fegyver. Azt a rohadt életbe. Ez a társas puskám. Mary Elizabethnek hívják. És brutális. Brutális. Távolságból képes hatalmas sebzést osztani. Illetve van egy ilyen fegyverem. Hogyha inkább sorozatlövésre van szükség. Na nézzünk, menjünk el Szergejhez. Ja, még mielőtt elmegyünk Szergejhez. Valamit még meg akartam nézni. Mert volt a játékban, meg akarom mutatni a karakteremet. Volt a játékban egy ilyen... el lehet költeni egy képességpontot. Volt a játékban egy olyan lehetőség, ahol ilyen fotomód, vagy mi az anyám. Várjál csak, Cyberpunk fotomód. Nem tudom, hogy kell előhozni. N betűt kell megnyomni. Állítólag az N betűt kell megnyomni. Na nézzük, N betű. Na ő az én karakterem. Csak, aha. Nagyon kis aranyos egyébként. Szerintem jó nő egyébként. Ő az én kis gyönyörűségem. Na menjünk. Menjünk el Szergejhez. Uha, hogy kell külső, vagy a motorban is külső, nézzük, hogy mi az anyám van. Gyerünk, mindjárt követjük az utat. Még a motorban is kell lenni szerintem külső nézetben, meg lehet, hogy ott nincsen. 900 métert kell, illetve légvonalban van tőlünk 900 méterre. Hoppá, jaj. Itt visszafordulunk, majd szépen óvatosan lassan, mint hogyha lovat szexualizálnánk meg. Úgy, jaj. Remélhetjük, itt már Elizabeth-et tudjuk használni a fegyverünket. Megmutatom a legimbább taktikát, harci taktikát a játékban. Mindjárt ott vagyunk, találkozol egy 200 méter, 150. Hoppá. Bazd meg, már bocsánat. Valahogy végignyomogattam szerintem.
azért nincs külső nézet. Na húzz innen anyádba. Jó, itt le. Leszállunk a mociról. Igen, az FPS még mindig furcsa nekem egy kicsit. Ó, itt van Sergej. Nézzük meg, megbízható. Olyan kis izé van, hogy ne lehessen felismerni az arcát. Te vagy Sergej? Kedves, hogy megkérdezed, utóbbi időben az érzésem, mintha neon felirat lebegne a fejem felett. Sergej, aki a Tiger Claw-szal baszakszik. Ha! Kis barátom. Hát aki a Tiger Claw-szal baszakszik, annak hamar vége lesz. Kinyitom a garázs ajtót, és belül is nyílik, biztos, ami biztos. Ajándék a kocsiba van? Ez kicsit több, mint egy rendes autó, de dióhéjban igen. Csak hajts oda, és ők intézik a többit. Remélem nem valami ronda undorító bomba lesz benne. Menj be a garázsba. Uha! Mi? Itt azért körülnézünk, mi van itt. Parfüm, ezt felvesszük. Puska lőszer, ilyen-olyan lőszer. Ez micsoda? Öngyújtó. Jó, azért van itt még bug, úgy látom. Felveszek egy öngyújtó doboz tetejére, és felszáll az összes doboz a világba. Ja, Q-val kell kamerát váltani. Milyen műhelyben van parfüm? Lehet, hogy női? Vagy mit tudom? Hú, de rohadt nehéz vezetni ezt a dögöt. Amint egy őrült nagy teherautó lenne. Mondjuk jól fordul. Itt két. Illetve négy. Kerékkel, négy forgó, vagy hát irányított kerékkel. Szia kapitányom, madárfütyös, szép estét, jaj! Segítség, van ott valaki? Valaki van a csomagtartóban, nem érted? Valaki van a rohadt csomagtartóban. Mi az anyámat csináljunk? Valaki van a csomagtartóban, hogy vagy kapitány? Csak képzelted. Oh, it's not him. Thank God. Quick, let me out before he returns. Gyorsan éljék, miért visszatérne. Menj már innen. Lezárom a csomagtartót. Most mit csináljak? Hajrá tovább. Vigyük el emberünket? Jó, vigyük el. Ne. Ezt csináljuk úgy, mintha meg se történt volna. Egyébként a Tiger Claw utál engem. Remélem nem támadnak rám. Ha jól emlékszem, utál engem. Ide beállunk szépen. Sergej üzenetét küldi. Kibaszott bohóc. Menj át Shuhoz és mondd meg neki, hogy a csomagja megérkezett. Szóval ennyi? Akkor Sergej rendben van? Nem a te dolgod. Már nincs itt rá szükség. Ennyi? Várjál már. Megpingelem itt az embereket. Ugye itt mindenki hálózatba van kötve. És rögtön lehet látni, hogy mi a helyzet. Ő adta nekem a feladatot. Látom, nem tesz fel kérdéseket, Vi. Egyszerűen teszi, amit kérek. Hát, vakakaó.
És én csodálom ezt a hozzáállást, és tudom, hogy hogyan jutalmazzam megbízást lezárva. Kaptunk 2000 dollárt. Ez olyan erős fegyver, ez a rózsaszín, hogy ez több, hát megmondom őszintén, hogy lehet látni, hogy fut, tehát hogy így nagyon durva. Ez a fegyver, ez több falon keresztül is megöli az embert, az áldozatot. Ez olyan rohadt erős. Ez kis barátom. Megpingeled az embert, onnantól kezdve végigszalad a hálózaton a ping, mindenki tudsz, hogy hol van, és kívülről 5 falon keresztül fejbe tudod lőni az embereket. Nézd meg! Ott van valami kis gagyi fegyver, pisztoly. Nem lehet itt bemenni. Nincs meg bent. Na mindegy. Én a technológiára, tehát a hackerkedésre, meg a sniperre mentem rá Isten igazából, és ezzel a két kombinációval olyan elképesztő dolgokat tudtam. Az milyen fegyver ott? M22 Saratoga. Ez egy nagyon brutál fegyver egyébként. Hol van? Leltár. Overwatch. Ritka, ikonikus fegyver. Nem legendás, mint ezeket másik két fegyverem, mert ez legendás fegyverek. Ez csak ritka, de annyira jól jött ki a random képessége, hogy 1000 sebzéstől gyakorlatilag, és hogyha fejben plusz 700 fizikai sebzést, ami azt jelenti, hogy 1700, plusz 50%-a majdnem a kritikális sebzés, és majdnem háromszorosa a sebzés, hogyha fejbe lősz valakit. Tehát ez azt jelenti, hogy 1800 szorozva 3 az önmagában majdnem 6000, inkább mondjuk 5400 körül van, és 5600 körül van. 5400 körül van. Én annól csináltam legendás Overwatch-t. Igen, kapitány, igen, csak nekem a tárkészítésem sajnos nem túl erős. Nekem van egyébként, nekem van nem is tudom mennyi életem, azt honnan lehet tudni. Nekem 300 életem van, 300. És ez meg sebez 3000-et, vagy 5000-et fejre. Ez nagyon brutál ez a fegyver. Ez nagyon, nagyon állat. Na nézzük meg a következő feladatot. Ezeket megvásárolni a feladat, az nem érdekel. Menj a Nord Alki urna tárolóba és keresd meg G. Griffin urnáját. Mondj, amit akarsz, de ha látsz egy hullát, sosem rossz ötlet egy kicsit kutakodni. Az emberek ritkán halnak meg ok nélkül. Általában van ott valami sérelem. Hát nézzük meg akkor ezt a feladatot. Hol a mocim? Hol vagy? Ja, ott van. Megnézzük-e, van valami, kaptunk egy fülest, hogy egy hullát most vittek be, és érdekes háttérsztoria lehet, úgyhogy szépen elvegyünk és megnézzük. De sokkal jobban, én régen játszottam vele nagyon, de hát ez akadásmentes, vagy szaggatásmentes, vagy egyáltalán nulla, zérus FPS-es is látok, megmondom őszintén. Nagyon, nagyon állatú fut most.
lehet előszedem akkor. Hát ez FPS-kult ki tudsz rakni? Várjál mindjárt. Persze. Valahogy ki lehet. Hogy az anyámba van ez. A G, az Xperia, GeForce Experience-nek van FPS métere, szerintem, hogy ki tudom rakni. Na, csak most be kell jelentkezni ebbe a szarba. Gogos, igen. Nekem gogos. Megmondom őszintén, több ok miatt is... több ok miatt is gogost vettem. Az egyik nagyon fontos ok az volt, hogy megosztottam néhány barátommal a játékot. Van a gognak? Tényleg? Várjál már. Hát én ezt nem tudom, annyira nem ismerem ezt. Hát én meg nem tudom, hogy hova kell kattintani. Az meg nem tudok belépni. Anyád úristen itt már. Helytelen a jelszó. SSD-n van. Igen, 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 ehhez hozzátartozik, hogy igen. Hozzátartozik, hogy SSD-re raktam a játékot. Mert azért paráztam, megmondom őszintén. Hogy mi lesz a helyzet. Na igen, és akkor mi kell? Játék felüli felület. Jaj. Beállítások. HUD elrendezés. Teljesítmény. FPS. 60. Elvileg. Anyád úristen itt. Hogy kell ez? Virögzítés? Nem, élő közvetítés. Ezt a mocskos teljesítmény. Alt-R-rel kell? Alt-R-rel? Alt-R. Másik Walter? Nem. Billentyűparancs, csak nézzük csak meg. Mikrofon a Z-vel kell belépni ide, igen. Alt F5, teljesítményréteg váltása. Mi ez a büdös hang? Úgy. GPU-ra. Jó, itt nincs FPS. NC, back with you so soon. How's your afternoon? Is it a mirage? A hologram? Kamera nem kell. Teljes. Itt van a teljesítmény, bazd meg. But don't take it from me. Get out there and enjoy the sun. CPU, GPU használat. Na most megjelent már, de N-át ír FPS-re. Nem nézi. Mit még nem látjátok, mert ott van előtte a kamerám. Lehet, hogy teljes képernyősre kell váltani. Már lehet, hogy azon van. Mindjárt még valamit megpróbálok.
jobb oldalra lentre rakom inkább. Nem jelenik meg. Nem jelenik meg, komolyan. Nincs ingame valami. Ez előfelől, bár nem hiszem, hogy itt be van építve egy FPS méter. Megmondom őszintén, szerintem, hát lehet, hogy 60-nál nem több, de úgy a körül mozog folyamatosan így érzésre. Majd meg fogom keresni ennek a lehetőséget, hogy miért nem érzékel ez a szar. De még egy dolgot megpróbálok, mert ez érdekel. Állapotjelző, teljesítmény, alap. Ja, teljesítmény, úgy. Hova rakjam? Bal oldalt fönt? Nem. Jobb oldalt lentre rakom. Akkor így lehet látni. Csak nem mutatja az FPS-t valamiért. Ott mutatja, hogy CPU használat 70%, GPU használat 99%, ami mondjuk így elég meleg. Tehát, hogy így tényleg lehet látni, 80% a processzor használat. Hát ez meg mi? Erről a mociról most leszállunk, úgy. Meg kell keresni R.G. Griffin urnáját, és ott el van rejtve valami. Na mi a bánat van? Hé, azt hiszem, menj már anyádba, ezek meg bántani akarnak. Felvesszük a cuccokat. Euró, dollár, üzenet elolvasása. Nagyon jó. Fölkaptunk néhány ezer dollárt, ide jöttünk. De most már tényleg valami normális, valami veszélyes meló kell. Az úr adta, az úr elveszi. Na ez nagyon magas a veszélyessége. Egy csapat nomád úgy döntött, hogy némi mellékesre tennének szert Nice City-ben, és vettek egy lopott Militech terepjárót a Valentinóktól. Ez az én területemen történt, és sajnos elfelejtették a segítségemet kérni, mert nem akartak fixert bevonni. A Valentinók elvették a pénzüket, aztán megkóstoltatták velük az aszfaltot, és mondták, hogy húzzanak a picsába. A nomádok csak azt szeretnék, ha amit már kifizettek. Ezúttal a megfelelő csatornákon egy fixer bevonásával a hangok egy bizonyos Dakota felhívott, és én megígértem, hogy segítek. A járgány végül a Valentinók egyik szerelműhelyébe került, Wellspringbe, vissza kell szerezned. Valentinókon nem kell elvenni a port, nem része a melónak, azt én intézem. Hát ezért nem fogunk itt problémázni, megmondom őszintén. Nagyon jó. A nomádok az egy olyan népség, amik városon kívül élnek. Van egy hatalmas nagy map egyébként, és a városon kívüli rész is nagy. Mondjuk itt például, meg helyeken. Itt van a városon kívüli rész. Itt élnek a nomádok. Ez ilyen, mint mostanában ilyen Kentucky, meg ilyesmi. Tehát, hogy ilyen rohadt poros, száraz vidék, és ezek ilyen mennek össze-vissza, motoroznak, autóznak ott kint, azt senkit nem zavarnak. A Valentinok meg egy bűnszervezet, egy gangster banda. Hozom a másik motort, hát az gyorsabb lesz, ez Jackie-nek a sportmotorja. Aha, itt van. Jaj! Bazd meg!
Rendőr bácsik! Itt egy rendőr motor. Elmegyek innen. Elmegy... Erre elült egy autó! Az a rendőr azt engem nézett. Megint elült egy autó. Járőrtiszt. Hát... Jó van, takarodok már innen. Ott a moci. Remélem most már tényleg. Mondjuk ezzel egyébként ezzel a sniperes kombóval ezzel annyira nehezen lehet kihívást találni, ez tényleg nagyon brutális egyébként. Akkor van bajom nekem általában, amikor valamilyen brutálisan... ilyen brutálisan erős vagy durva ellenféllel, ilyen szétrobotizált ellenféllel talál magam szembe. Mert ott az nem lehet fejbe lőni, és annak rengeteg HP-ja van, és akkor az általában kicsi életemet, meg a aránylag Ja, kicsi életemet úgy szétszedi, mint az állat. Ezzel azt szerettem játszani mindig, hogy így megyek. Nem így. Hogy... itt befordulunk. Itt elfordulunk. Nem oda megyünk le! Nem megyünk le! Nem megyünk le! Úgy, megyünk föl. Már ügyetlen lettem a motorozásban, úgy látszik. Szépen lassan, mint a nagypapáknak úgy képe venni a kanyarokat. Jó messzi kell menni, rohadjál meg. Viszont nagyon hangulatos a város egyébként. Viszont azt is észrevettem, még egy viszont, hogy nagyon visszafogták, tehát nagyon levették az utcán lévő embereknek a számát. Valószínűleg ez kellett ahhoz, hogy az itt az optimális működést meg FPS tudja tartani a játék, bár itt mondjuk eléggé föl töltődött emberek vannak, de azért, hogyha megnézi az ember, akkor sokkal kevesebbnek tűnik nekem, mint ami régen volt az utcán. Ez egy hatalmas őrült város, ahol 1 milliárd, vagy nem tudom hány milliárd ember szaladgál össze-vissza. Csak pár ilyen nagyváros maradt a földön, és az összes ember ilyen városokban él. Xboxon azt mondják, megmaradt az NPC szám. Hát de Xboxon egyébként meg gyárilag kevesebb volt, tehát hogy azt nem szabad elfelejteni. De rohadt jól néz ki egyébként a játék, rohadt jól. Itt van a Valentinok műhelye. Na, először is. Először is. A Z adatok. Ez egy Sanguarino. Valentino csoportba tartozik. Van egy rakat vérdíj rajta. Harci Steam. Mi a jó élet? Ott a kamera. A kamerát megpingeljük. Ez 6 pontba kerül nekünk. De az összes...
Összes berendezés és embert láthatjuk. Elvileg úgy kellene bemennem, hogy ezeket a pistákat nem bántom. Ha... deaktiváljuk a kamerát, az biztos. Jó? Az nekünk nem kell, hogy ne lásson minket. De megpróbáljuk betörni a rendszerben, és ez ad nekünk egy csomó plusz pontot. Ilyen pluszokat kapunk, attól függ, hogy ezeket a kódokat itt be tudjuk-e írni. Mindjárt megmutatom, hogy itt a puffer. Tehát kell nekünk egy kamera leállítás. Az 55, azzal nem tudunk kezdeni. E9, BD-vel tudunk kezdeni. BD, E9. Aha. 1C. Ötvenöt, 1C, BD. Háj, nem tudom, lesz meg a 55. Jó, ez telepítve van, a tömeges sebezhetőség. De a kamera leállítást nem fogjuk tudni végrehajtani. Már. Nincs elég pufferünk. Hát jó. Nincs már szabad ramom. Be lehet valahol menni? Máshol. Ohó! Onnan is észrevehetnek. Hoppá, kamera! Francesen bele, ezért kellett volna a kamerát szétverni. Van esetleg már rammom, elég. Kamera vezérlés, deaktiválás. Jó, deaktiváljuk azt a kamerát. Oké. Ott egy másik, rohadjak meg, teli van minden kamerával. Ha Lucy-t elő kell vennem, vagy az ágyumat, a kézi ágyumat, azzal mindenki rosszul jár. Egyébként. Mikor a sítre vágtatok, csak egy oktatologató militekes hivatalnok volt, de amikor hú, itt beszélgetnek közben, ez nagyon menő. Nem tudom, hogy elmentem a játékot, mert nem tudom, hogy hátulról lehet-e leütni embereket. Itt az autó, ezekkel majd menekülnünk. Menj már anyádba! Au! Aha, ezért mentettem el. Nem tudom, hogy... nekem volt hangtompítós pisztolyom régen. Mert azért egy-két fejet azért szívesen kiukasztanék, megmondom őszintén. Oh,
Mi ez? Ütyülés, ezeket a hekkeléseket tudom véghez vinni, ugye? Mindegyik emberbe, ebből 2077-ben mindegyik ember tele van ültetve mindenféleképpen elektronikus kütyivel. És ezeket az elektronikus kütyüket tudom meghekkelni, Isten igazából. Csak... Na jó, észrevett, nem? Elcsábítani? Hát... Ez itt... Furán adná ki magát. Na jó, megpróbálom még egyszer... megragadni. De nem tudom! Anyád, ez mi? Mi ez? Hülye vagy? Ez nagyon brutál. Ezek ilyen erősek, ezek a izék? Ezek a pisták? Ezek szétölnek. Az itt már nem lesz kihívás ebben a játékban. Várjál csak, megnézek valamit, csak úgy... Hát azért... Jó, ez meg lelőtt. De ez nem ez a megoldás. Úgy látom, ebben egyetérthetünk, hogy nem ez a megoldás. Itt a készítők nem erre gondoltak. Beszállunk. Ez már így jobb. Anyád! Menj már ki! Ú, rossz felé kanyarodtam! Rossz felé kanyarodtam! Lelőttek! Frontba! Moziba, mi? Ez pedig lehet, hogy nem 30-as szintre való, mert azt hiszem 30. szintű vagyok. Lehet, hogy nem 30. szintre való ez a küldetés, picit. Nem baj, beszállunk, ez nem volt rossz. Úgy. És menekülünk is. Na, menekülünk az anyád úristenit! Nem tudok kijönni onnan. Na jó. Mi ez? Fertőzés. Egy vírus küldök bele az agyukba. Nem hiszem el! Az meg. Ilyen nincsen. Nem hiába nagyon nehéz ez a feladat. Nem tudom, hát hamarabb lelő ez a szemét domb. Kezdjet... Ja, föl vagytok öltözve, drágáim? Jó. Anyád, fejbe lőttem egy távcsős puskával. Na jó, drágáim, azt hiszem, hogy ennek itt a vége. Majd lehet, hogy még leszek. Most viszont elmegyünk a családdal, úgyhogy ennek a streamnek is itt a vége. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Találkozunk délután, vagy este valamit kitalálok még szerintem, mindenféleképpen. Úgyhogy puszi, pacsi, csőtészta.
találkozunk még. Sziasztok!